Szasz Csaba! És üdvözlök mindenkit, aki még leghárt főzött a konyhán, a csúszó Eleonóra tanárnővel. Rosszul mondtam, Eleonóra tanárnővel. Amint tudjátok, mi épp Kaposváron tart... Romániában tartózkodunk. És... ha ezt az üzenetet látjátok, vagyis nézitek... azt jelenti, hogy már halottak vagyunk. Erik. A hulláinkat a gyilkostóban keressétek. Szóval, ha ezt az üzenetet nézitek, halottak vagyunk. De, ha még netán élnénk, vagy valami, akkor azt szeretném mondani, hogy... azt szeretném mondani, hogy mindent megteszünk a hazajutás érdekében. És Csabikám, hogy jó dolgozzál, jó lekvárt főzzél, hazaérek, lecsuklak. Wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Yes. Carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Fordítva is. Semmi! Ezek megindul az oszló! Aj! Várjál, nem, megpróbálod mozgatni! Ha behugyozod! Másztatok fel a hegyre! Csak nem, hogy rátok szakadjon az a szigla, mert meg van indulva! Mondd el, mi az a túlparton! Megy a videó. Na.
Vagy a videó. Vassző. Ups. Ups. Nézd, gyere, kamerázz ide. Az a kamerázok. Ne gyerek, hogy gyere. Mi van itt? Szófiás. Mi van, mi ez az alpáriság a főzőn? Mit nyomkodsz? Hagyjak a másik. Közelítek. Nem hiszem, hogy elkemenni a második ide a X-ben. Na, hát ez... ez uff, önmagáról beszél. Igen. Most pedig meg fogom enni. Ne, 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 hanem ide. Ne! Oda köröd még bele volna vizet. Na, ezt így lecsinálj. Na, itt a fülhallgató, hogy érthetünk a fülhallgatót sokat. Ez így jó. Uah! Szép van kányva. Hogy dobjuk, hogy viszik? Ott a szpári csomagom már belenek. Melyik az acskó? Mindenket, majd leviszik ezt a sem. Több van a szemétben, mint az acskóban. Azt is dob bele, paradicsomot meg a... hát az újságot. Nem turkálok a szemétbe. Mindent ráfogod el szárgát. Majd leviszik a sárgát egybe. Na így jó. Azt az újságot is. Szeres figyelj, meg kigazítani a pörösszönyeg. Ez poliszinak a szarja, miért az is miért? Olyan volt, olyan volt. Gyanyi, ezt kér valaki? Kérd? Nem. Kérd? Nem. Videózó. Hát ilyen. Már a kék zacskóba kell. Zányom nincs. Ott egy üveg, ott az. 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 Ott Én nagyon közel léptünk egymáshoz most már. Mi az, hogy tépsz, mix, mit él? Hát mi az, hogy csáptunk? Ez a közelnek? Meg fog venni a policy, hogyha ezt meglássa. Most meg mondjuk, téged nem csinálni. Ez a kettő meg kell. Kérdezz rá, rázd le. Azt mondta, pingpongozunk először, hogy a kettő még kell. Majd kirazom az abban. Ne egy bele, ne egy lelögd a patikákat. Ja, úgyhogy óvatosan. Azt úgy oda. A kolbászt, ezt elrakom ebbe. Hidegen nagy. Veszük ki, húzd meg a sampon. Meg az ott még elmegy. Az a pillanat szar. Rátlássuk a pingpongot? Várjál. Traktorral utazunk, fel a madarasi harmadára. Milyen traktorral szikon, de? Pirossa. Mutasd meg, mutasd meg. Olyannak. Hát nem annyira füstölt. Ez várjatok. Hoppá, gurulunk hátra. Ez nem jó. Ög, baszad mindjárt. Híres! Hova megyünk? Most! Ez egy nagyon jó túra, felfelé a madarasi Hargitára. És? Itt vagyunk, és oda megyünk a faszra. Oda megyünk! Oda.
18.001 kilométer, gyalogolunk még. De túlélés törvényei. Igen. Valami finta. Te hülyék vettek. Erünk híres. Valami egyé. Egyé vagy valami, vigyázz. Itt egyszerűen minden eltő. Te átsétálni az, hogy nem bicsit. Hát jó van, itt jó fő kőtözni, én is rétegesen fő vagyok kőtözve. Csak annyi lenne vele a baj, hogy melegen van már. Azért, mert 18.000 kilométerből 21.000-et futottunk, és kicsit meg... De különben, hogyha megizzadunk, tehetünk belőle zacskókat a kabátunkba, és összegyűlik benne az izzadságunk, és megihassuk. De előbb átszűrhessük az oknunk segítségével. Ami nem is büdös. Ami nem is büdös. Szóval vízünk az állandóan itt egy lesz. Cigi. Helyén. Igen, itt a hegyi grizzly medvék rászoktak a dohányzásra, mert a turisták mindig megkínáltak őket egy-két szállal. Igen. Sajnos fogyatkozik a medvék népessége a cigizés bejövetelével kapcsolatban. Ezért... Hopp, itt egy medveszar. Na most nézzük! Más esetben megkóstolnám ezt a medveszart. Most nagyon sietünk. Úgy az állagát ítélve és a itlétének idejét pár perc is lehet. Tehát a medve bármilyen pillanatban itt lehet. És fölmászunk a pára. És kérhet cigit tőlünk, de igaz. Ha nincs az emberi cigi, akkor a medve bedühödhet. Elég könnyen. És hogyha nem érjük el a 600 km per órás sebességet, akkor a medve elkap minket, elhúzol a barlangjába, és megkínál minket cigivel. Így. Most nézd, kamerázd azt! Kis medve szar. Most a kis medvékről azt kell tudni, hogy általában nagy medvéknek a bocsai, de nem minden esetben. Nem. Van olyan kis medve, akit a nagy medvék adoptálnak másik hegyről. A medvék egyelőre ennyit. Újra bejelentkezek, már kicsit arra vagyok feljebb, magasban, és észrevettem, hogy erre él egy gangó. Nem az a szelíd városi gangó, hanem az a nagyon durva, magas szürke. Pizsomám ugye. Nem sok él belőlük erre, főleg Dél-Amerikában őshonosabb, csak a nagy bevándorlás idején, mikor szétszakadtak a földrészek. Ez a gangó akkora volt, még hogy át tudta lépni a tengert, és szinte bárhova eljutatott, de közben összebb mentek, mert nem volt annyi kajájuk, és visszavonultak a hegységekbe, ahol pizsamában szeretnek mászkálni. Ami azt is jelentheti, hogy bármilyen pillanatban találkozhatunk egyet. Ott megy! Ott megy! Csak nagyon pillanatra látok a bokrok mögött, de higgyék el, hogy létezik. Főleg itt egy albino medve megy előttünk. Egy kigyúrt albino medve. Táskával a hátra, azért is magával a táskát. És benne tartsa a... Pénztárcámat. Pénztárcádat. Ott van! A gangófaj megállt enni. A bokrok mögül nézelődik, és várja, hogy odaérjünk hozzá. Ezzel is tele a telefon. Itt vannak a gangó nyomai. Hosszának belépett a sárba. Ott van a svéd. Lássák, a bokrok között bújkál. Valamit csinál. Ez ősi gangó rituál, én már valami közel lehet a spirituális észtországi szokásokhoz. Mi van? Mesélek a kamerába historikus történeteket. Mi csinál a gangó? Nézzék! Milyen kifinom! Nyilván is elsajátítottam olyan rövid idő alatt. Mi ez a földkiáltójára? Ennyit egyelőre, ugye? Rövid lehet mondani, főfelé elég kellemes út az út.
talán most itt jövünk lefelé, ezt így kicsit rászkódik, meg kicsit. Meg hát. Jó. Ismét én vagyok egy újabb művésztrükkel. Egyesek szerint policy. Ez a pénz elszakíthatatlan. Milyen pénzet? Ez egy román lej. Nézzék, szinte lehetetlen elszakítani. Ez a pénz, bárhogy gyűröm, egybe marad. Kipróbáltuk, átmentünk rajta úthengerre, acélkések, lángszóró, minden, semmi se vitte. De most én ezt varázserőmmel megpróbálom elszakítani. Csak gyorsan. Figyeljenek ide! Kicsit beedzetjük ezt a minőséges papírt, mert itt megbecsüljük a papírt még jobban, mint a kenyeret. Szaggassuk. Már lazul. Nem is olyan könnyű ezt elszakítani. Ez tényleg nem lehet elszakítani. Várjatok! Biztos, hogy el lehet, csak meg kell gyűrni. Elszakíthatatlan pénz. Megpróbálom én. Várjál, még kicsit agypróbálkozom. Ez már rég meg kell, hogy szakadjon itt, de még a... Látják? Még a varázserőm is hatástalan ellene. Pedig nekem van. Nézzék meg az előbbi videókat, iratkozzanak fel. Így szokták mutogatni. Keresetek rá a csatornámra. Majd másik sarkát, mert itt van összeforraszott, hogy itt erősebb a pénz. Oh. Ne kurva. Adi ne szétszakító. Adi ne szétszakító. Szétszakító. Még megy? Igen. Észre majd repelezik. Biztos, hogy másik mágus rátett egy vétetetlen varázslatot, amit... Nem is majd... Adjál át a kamerát! Magam a kicsába! Na, mehet? Bács! Bács! Románia, Magyarország, kérem szépen, 3-1! Beszélek! 3-0! Románia nyert! És mondom, hogy mi a legszomorúbb, hogy szinte se fejelni nem tudtak a miáink, semmi! Mondom, mi volt! Bogdán Ádám a legjobb, a többé nagy szar!